kicsit a ruhát, még nyújtsuk a percet, hadd várjak, hogy várt, még nyújtod a percet, még nyújtod a szót, még semmi sem teljes, még magam vagyok. Egy semmiséget mondj még nekem, s azután bármi lehet legyen. Egy semmiséget. Nem, az nem lehet. 12 óra 30-ra volt megbeszélve, és még az utolsó kefére is hátra van messze. Igen. Kefélni azt ugye kell? Igen, Fregott kapitány kerülve, 12-30-ig. És előtte Mr. és Mrs. McMichael jön a kanadai nercé. Tudom, 12-15, de Fregott kapitány kedves felesége nagyon siet. Jó, mondja meg neki, hogy várjon, mert Mr. Buzzy nincs itt, én még tudja, hogy mi... Nem tudok beszélni az emberek előtt. Jaj, hát olyan jó bánik mindenkivel. Hát biztos nagyon jól menne. Szóval mi legyen Fregott kapitány feleségével? Na jó, nem bánom, küldje be. Menjek innen addig, kérem szépen. Köszönöm. Szóval jó napot! Ez a szőrme szalon? Igen, igen. Elnézést, hogy korábban jöttem, de a férjem kifut. Miért feltette forralni? Kifut a tengerre. Á! Hát elkészült! Nem, hát az az igazság, hogy még utolsó kefélés hátra van még. Kezdjük. Igen. De tetszik tudni, az utolsó kefélés előtt nem szabad elvinni a bundát, mert még az nincs a teljes. Borzasztóan hálás volnék, ha még ma délig elkészülne, mert a férjem a Fregott kapitány soha nem bocsájtaná meg, ha nem integetnék neki, amikor kifut. Értem. Hát annyira én vagyok, nem gondolja? De igen. Ha te maga tetszik, mondd. Igen. De sajnos nem maradhatok. A férjem itt kószál a háztömb körül. Michael megérkeztek, azonnal küldje be őket. Jó! Jó! Na, futi! Jó! Arnold! Igen, Mr. Buzzy? Én olyan boldog vagyok, hogy akár táncolni és énekelni tudnék.
kicsi, ami izgat. Csacsod most el, közben múlassuk az estét át egy jó martinivel. Ingerlő tested, törékeny csontváz, friss bőrbe ágyazott szépséggel ringató dekoltás. A szád is tetszik, megvan az íve, rápillantva változik az atmoszféra íze. Most csuktalan vagyok, lassan már verstelen, ha nem ejthetek ölelést a színpompázó testeden. Bocs, hogy érted, döglök tényleg. Bocs, hogy nem vagyok egy sztár. De bocs, hogy a szívem, szívem, szívem. Bocs, hogy csak érted galapál. Bocs, hogy nem vagyok egy filmsztár. Bocs, hogy nem kék limuzin vár. Bocs, hogy most érted, szól az ének. Bocs, hogy csak érted galapál. Ma éjjel ragyogok, és élvezem, hogy bámulsz. A tér alakul, a vér hanyagul, úgy lüktet kábán bágyul. Ha koccanok, kockák egyek kopannak az üveg falán. Azt mondom talán, a csábításod most még talán. Péntekről szombat, szombatra péntek. Paplán dimenziót lépünk, időtérni vétek. Koccanok, kockák egyek kopannak az üveg falán. Azt mondom talán, a csábításod most még talán. Bocs, hogy érted, döglök tényleg. Bocs, hogy nem vagyok egy sztár. De bocs, hogy a szívem, szívem, szívem. Bocs, hogy csak érted galapál. Bocs, hogy nem vagyok egy filmsztár. Bocs, hogy nem kék limuzin vár. Bocs, hogy most érted, szól az ének. Bocs, hogy csak érted galapál. Koccanó kockák, friss sós a teste, bárna csatás, szétájulás, bárcsak minden este. Koccanó kockák egyre kopannak az üveg falán. Azt mondom talán, a csábításod most talán. Bocs, hogy érted, döglök tényleg. Bocs, hogy nem vagyok egy sztár. De bocs, hogy a szívem, szívem, szívem. Bocs, hogy csak érted galapál. Bocs, hogy nem vagyok egy filmsztár. Bocs, hogy nem kék limuzin vár. Bocs, hogy most érted, szól az ének. Bocs, hogy csak érted galapál. Mr. és Mrs. McMichael. Azt hiszem, iszom egy pesgőt. Ilyen kéne minden munkahelyre. Persze! Mit ér egy üveg pesgő, ott van egy 10 000 fontos nercet adnak el. Amit kivételesen én fogok megvenni. A barátnőmnek. De miért van nekem 20 év a boldog házas embernek barátnő? Na nem vagyok különleges eset. Statisztikák bebizonyították, hogy a férfi a 98%-a született hazug. A maradék 2% az csak hazug az előző hűtlen is. Na szóval, én megveszem ezt a bundát. A drága Jeannie McMichaelnek ennek a 28 nyarat megért 98-as keblű egzotikus szépségnek. Csak egy probléma van, Jeannie férje. Aki módfeled meglepődne, hogyha Jeannie beállítaná egy 10 000 fontos nercben. Ezért van egy nagyon ravasz és szerintem zseniális tervem. Ebben a borítékban 9 000 font van. Ma reggel vettem fel a saját bankszámlámról. Mr. McMichael azt a rendkívüli ajánlatot kapja, hogy ez a nerc az övé lehet 1000 fontért. Zseniális. A cég megkapja a pénzt, Jeannie megkapja a bundát, én pedig megkapom a Jeannie... Hát ez már egy másik történet. Mr. Budley, álljon, tetszik tudni, az idegességtől én majd kibújtom a bőröm. Mi újság, Arnold, meg volt már a végső kefélés? Még nem, Mr. Budley.
végső kefélés tudja, hogy az a legfontos... Mr. Crouchy. Mr. Bradley. Kivehetném a kávészületemet a 12-15-ös vendég előtt. Ne vegyek ki, de inkább vigyünk egy pesgőt, jó? Nem. Miért? Mert üzlet előtt nem illik. És kérem szépen, vegyük fel a bundát. Mert ugyebár az utolsó kefélés még hátra. Mr. Bradley. Igen? Csodálatos, igaz? Csodálatos, igen. Megérinti. Szabad. Igen. Ugye milyen gyönyörű? Az. Öröm ránéz. Ah. Nézd. Na jó, nem bánom. Vegye ki a szünetét, Miss Whittington. De, köszönöm szépen. De bundát hagyja itt, kérem szépen. Igenis. Köszönöm. Majd látjuk egymást, Miss Whittington. Természetes. Mr. Padre nem szégyelli magát a felesége távollétében így viselkedni? Miért? Akkor csináljam, amikor itthon van. Mi egyébként is maga, meg a titkárnőnk az kutya, mi? Mi Steve Dear? Ambrosi! Na látja, én még a keresztnevén sem szólítottam soha. Az a baj, hogy ezt komolyan is gondolja. Na de, Mr. Buddy, ne haragudjon. Mr. és Mrs. McMichael... Ne fecsegjen már annyit róluk, meg a feleségemről se, jó? De hát a feleségén... Nem érdekel a feleségem, mint tudja. Monte Carlo-ban nyaral, ahol süt a nap. Az üzlet megremegül meg, nem? Inkább tartogassa a puskaforrát, különben feltalál sülni élet első bunda eladását. De már nem szoktam én olyan... Mi? Életem első mi csodáján? Ezt a remek névű bundát fogja elvenni. Ne. Megboldogult nagyapám mindig szokta volt mondogatni, hogy megfelelő embert a megfelelő helyre. Magáé az eladás, én csak a készítést vállalom. Hogy unhatta megboldogult nagyapja? Figyeljem! Remekül fogja csinálni. Nem. Egyébként is, Mr. Buzzy, hát maga tárgyalt Mr. McMichael. Na, álljunk meg egy pillanatra. Én még csak nem is láttam soha Mr. McMichael. Ezzel most azt akarja mondani, hogy nem látta a bundát? Pontosan. De Mrs. McMichael? Ó, Mrs. McMichael már látta a bundát. Aha. Ez egy lángész. Figyelj, Arnold! Tapogatózó tárgyalásaim Mrs. McMichael-lel folytak. Mégse egy lángész. Figyelj, Arnold! Drága barát. Drága öreg barát. Hát mondja, semmi nem dereng abban az áthatolhatatlan, sűrű, szurok fekete sötétségben ott bent? Semmi. Az értelemnek még csak halovány, gyenge, pislákoló fény pászmácskája sem tört át az ősködön? Nem. Még mindig nem esett a magában a tantusz? Mr. Padre, azt akarja mondani, hogy maga is, és Mrs. McMichael... Ne. Az lesz majd, igen. Ez csodálatosan nagy, csodálatos is, ez a gyönyörű teremtés, aki az elbűvölő Jane névre hallgat. Teljes mértékig kiérdekelte ezt a remek művű bundát, amit én megveszek neki. Akarja mondani? Elad neki. Nem, úgy értem, megveszem neki. Megveszek, ha értem. Figyelj, Arnold, amikor nemrég egy elegáns párizsi mulatóban jártam. Párizsi mulatóban? Igen, a Lidóban. Amikor járt meg a Párizs? Akkor, amikor Newcastle-ben voltam azon az őrmevásáron. Na. És ott Párizsban, a mulatóban megpillantottam a táncparkett ördögét. Jane McMichael. Úgy táncolt, hogy majdnem. Leröppent róla a ruha! Pazi, azt akarja mondani, hogy Mrs. McMichael... Szitisztáncos nő! Micsoda? Szitisztáncos nő! Ne!
Nem striptease táncosnő. Striptease művésznő! Mr. Buddy, de én még mindig nem értem, hogy miért nem tudja maga eladni ezt a bundát. Na, figyeljön. A férj csak hiszi, hogy ő fogja megvenni a bundát. Ezt nem értem. Hogyha Mr. McMichael megkapja azt a hihetetlen ajánlatot, hogy ez a bunda az övé lehet, fotom 1000 fontért, mi? Rögtön le fog rácsapni. Mr. Buddy, mi nem árulunk 1000 fontért? Hát mi 10 000 fontért árulunk ezt a bundát? Arnold. Nem. Ebben a borítékban 9000 pont van, ma reggel vettem fel a saját bankszámlámról. Fogja. Nem. Ezt most... Mi? Azt akarja mondani, hogy Mrs. McMichaelnek ezt a bundát a szolgáltatás... Nem. Nem volt még semmilyen szolgáltatás, ezért kell megvennem ezt a nyavajás bundát. Nem volt még izé. Nyugodjon meg, nem volt még izé, de ma estétől... Mi lesz ma este? Minden más. Mi? Azt mondta a férjének, hogy Párizsban lesz fellépés, az én feleségemmel pedig, mint tudja, Monte Carlo-ban nyaral. Mr. Buddy, ne haragudjon, de egyszerűen azt akarja mondani, hogy föl akarja vinni a hölgyet a lakásukra? Hova vihetném máshová? Tudja, hogy mennyire szeretem az otthoni kényelmet, nem? Jeannie táskája már fönt van, és a legjobb, az ágyakiterítve az ajándékom, egy gyönyörű, habos-babos, csipkés fehér neműszer. Mr. Buddy, maga aztán egy irigylése méltó fickó, ezt akartam mondani. Halló? Miss Tiddale? Nagyszerű, hogy megjöttek! Jól van, köszönöm egy pillanat. Na, megjöttek, csatára fel Arnold. Nem, én ebben nem veszek részt. Ne legyen már ilyen savanyú Jóska. Ne, kérem, ne kényszerítsen, maga csinálja, én nem értem. Csinálok semmit, maga csinálja, a feleségem semmit nem fog tudni róla. De nekem állható a felesége áll ez a szemben. Hát akkor próbálja meg leküzdeni a gerjedelmét, jó? Ezt akarod, kérem szépen. Na, gyerünk, fogja! Nem, kérem szépen. Fogja! Fogja! Mr. Buddy! Mr. Buddy! Jól nem volt. Mondja, Miss Tiddale, miért bámul úgy Crouchra, mint valami kihaló, félbe lévő fajta utolsó példányára? Arnold maga meg miért bámul úgy, mint hogyha tényleg az volna? Igen? Ja, hát csak tudom. Igen, tudom. Mr. és Mrs. McMichael 12-15 megérkeztek. Nagyon jó, akkor küldje be őket, jó? Ne küldje be, még kérem szépen. Ne. De! Most akkor küldje be őket! Jó, hogy csacsi! Na, gyere! Nem, én erre nem vagyok. Arnold, hogyha maga nem tud eladni egy 10 000 fontos nercet 1000 fontért, akkor maga nem komple. Na, gyerünk, csatára föl! Kérem szépen! Gyerünk, ügyesen! Mit? Na, meddig akarnak még itt várhatni minket ez a híres, neves szörnyeszalomba? Igen, én tudom, tetszik tudni, velem tetszett beszélni telefonon. Igen, Mrs. és Mr. McMichael 12-15. Itt van, mi vagyunk. Igen, vagyunk, és most mi van? Figyelj, de nyuszifül, én 12-15-re voltam ide beírva, és nem vagyok hozzászokva, hogy megvárassam. Minket nem szoktak váratni, jó? Azt hiszem, hogy rosszul vannak. Mivel tudunk itt tárgyalni, azt mond meg. De lehet, hogy rosszul csak van. Csak nem mind a kettő rosszul van egyszerre. Mind a kettő, Adli is, meg a társa is, vagy mi van? Hát én igazából nem tudom, de szóval azt hiszem, hogy én Mr. Kraut, Mr. Mi lesz már? Sietünk. Sajnálom, kívánom, hogy programod van ma. Hát, ha nem neked is ma kéne föllépni Párizsba, akkor elmehettem volna veled. Tudod, hogy vissza kell mennem a klubba? Sőt, azt is tudod, hogy új klubot fogunk nyitni odá. Igen, hallottam. Jó napot! Horgonyt le! Csakarom! Legyen fregatt kapitány vagyok! Ez itt a Bádli! Csakarom, igen! Na végre, nem maradhatok. Akkor csakarom! Na szóval! Ha látják az asszot, mondják meg neki, hogy szabáltanul parkoltam, maradjon itt és várjon meg, amíg lehorgonítok a sarkon túl. Jó, rendben. Horgonyt fel! Nem maradhatok! Csakarom!
Akkor menjen. Na, Csöcsike, figyelj csak! Én pedig Harry McMichael vagyok. Arnold Crouch. Arra. Jó, oké, nem érdekel. Szóval ez az a híres neves nerc, amire a feleségemmel konzultált, nem érdekel, hogy már hozzá beszélek. Olyan szép! Nem velem. Mr. Badley-val. Mr. Badley egy bűvös ember. Mindent megtett, hogy rábeszéljen erre a bundára. Nyilván. Na, tehát akkor ez az? Igen. Ez az, jó, akkor próbáld. Te csak parancsolni. Nem. Most mi van? Látni akarom máson, Csugi! Szóval a kapuló balányra! Nem! Jó, ide figyelj már, Bogárka, neked meg tetszik, vagy nem? Vagy mi van? Jaj, ez csodás! És milyen meleg lehet? Na, mondjad, meleg! Hát csokolom, egy kicsit melegen van benne. Jó, akkor vedd meg, na, vedd fel, most már én akarom fel. Vedd fel, most sietünk. Harry, ez csodás ez a bunda, és micsoda vétel ez 1000 pontért? Na tényleg, 1000 pont! Hogy így ilyen csodás és ilyen meleg bunda, és hogy csak 1000 pont az ára? Hogy ennyire leengedtél? Leengedtük, észre sem vettem. Nem, azt tettél! Jaj, úristen, mi a... Ezer pont, igen, vagyis, hogy csak nem ön is ért a bundákhoz, hogy hát, így érdeklődik? Most, hogy így kérdezed, kicsit azért értek hozzájuk, de nem ez a szakmám. Igen, mert kisasszonynak is ön ősi szakmája van, ugye? És ha ő is elkram, játszok vele, nem látták a férjemet, de igen. Mondom, 12-15-re voltam ideje ide bejelentkezni, és már boldog-boldogtalan bejött ide, és még velünk még nem foglalkoztatok. Na itt van ez a bunda, tehát... Na, tetszik, vagy nem? Mert most már kezdem felidegesíteni magam tényleg. Csődi, nagyon tetszik, és az ára is nagyon jó. Nagyon jó, most már nekem elmentek ebben az egész üzletről, érted? Na, Csődi, megígérted nekem ajándéklónak, ne nézd a... Mit? Jó, rendben. Jó. Ferira! Jó. Fordulj fel! Törgess fel! Irány! Bimboldom! Csakarom! Ne! Felírtam. Csőgi, te megígérted nekem ezt a bundát, és amit megígértél, azt úgy be is kell tartani! Nem ígértem meg semmit! Elegem van az egész üzletből belőle, és mindenki tudom magából is! Viszlát! Csőgi! Az oxiban várlak! De Csőgi, hallod? Figyelj! Csőgi! Akkor én hívok taxit! Hát itt jól megcsináltad, apukám! Arnold! Jaj! Arnold! Igen, Mr. Badley. Mit csinált maga? Mit, amit tetszett, mondtad, én eladtam a bundát. Mit csinált maga? Eladtam a bundát. Amit én mondtam? Igen. Jane. Csili, kicsi húsgomboltam. Én tönkre vagyok téve. Jaj, semmi Ori baj! Ori vagyok sújtva. Semmi baj, Csili. Ilyen... Bárkivel előfordulhat. Arnold úgy viselkedett, hogy kár egy 5 éves kisgyerek. Nincsen semmi probléma. Isten drága, aranyos, megértő, csupa szív teremtő. Hát persze, hogy az vagyok. Mondja, Arnold, látott már maga ilyen drága, megértő, csupa szív teremtő. Igen, mi azt illeti, amikor két... Csönd, Arnold! Azt akarta mondani, hogy nem látott még soha. De neked most menned kell, drágám, majd... Ma este mindenképpen kárpótolnak valahogy az árba, jó? Ne most, drágám, ne hallom a nevőt, jó? Jó, na megyek, na párfi, jó? Drágám, egy pillanatra még! Igen? Szerintem elfelejtettél valamit. Mit felejtettem volna el, szívem? Mr. Badley, úgy érzi... Hús!
A bundát felejtett el. Édesem, hát tudsz annál jobb helyet, mint az én vállamon van? Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy azért felejtetted el, mert még mindig csodálatos vállaidon pompázik. Édesem, te megígérted nekem ezt a bundát. Az ígéret ugye szép szó. Arnold! Jenny, látnod kell, hogy a státusz kód kisebb katasztrófa érte. Te megígérted nekem ezt a bundát, Jilly, és amit megígértél, azt én meg is fogom kapni. Jenny, próbálj meg logikusan gondolkodni, jó? Szerinted teljesen logikus. Arnold! Jenny, drágám, látnod kell, hogy elefánt nagyságú problémák gördülnek annak az útjába, hogy ennek a bundának büszke tulajdonosa lehess. Édesem, én itt nem látok semmilyen elefántot. Én egyetlen egy dolgot látok. Hogy ezt a bundát te megígérted nekem, és az enyém is lett. Jenny, figyelj, mit fog szólni a férjed, hogyha meglát ebben a bundában? A velem nem érdekel, a kérdés az, hogy én mit fogok szólni, ha meglátom a férjemet. Azt fogom neki mondani. Csődi, Csődi, te smucik disznó, nem vetted meg nekem ezt a bundát, de az én szeretőm, és Jilly Jilly megvásárolta nekem. Nem, hát akkor megtudja, hogy rájön arra, hogy... Arnold, maga is mondja már valamit! Passzoltam. Igen, szívem, rájön, és én akarom is, hogy megtudja. Sőt, azt akarom, hogy az egész világ megtudja, hogy milyen cuki kis húsgombot van. Nem. Jenny, azt mondtad, hogy nem akarsz fájdalmat okozni a férjednek. Az még azelőtt volt, hogy kiderült volna, hogy milyen smucig egy alak. Most már nem érdekel. Nem, Jenny, nem. Nem mehetsz el a bundával. De a bunda nélkül sem megyek el. Nem hagyhatod el az épületet. Jó, akkor itt maradok egészen addig, amíg nem teljesül a kívánságom. Nem, Jenny, ne szórakozz veled, nem! Nem babrázz ki velem, vedd le, kérlek ezt a bundát. Nem, ez a bunda a vállamon marad egészen addig, míg ez a bunda az enyém nem lesz. Jó! Jól van, így csörög csak itt nyugodtan. Egész nap, majd jönnek, mennek a vevők, mint rendesen, és fel se tűnik nekik, hogy itt üldögél egy fiatal hölgy egy csinos bundában. Kiáll a gőzért, Arnold! Igen, Mr. Buzzi. Látja? Igen. Eseménymentesnek egyáltalán nem mondható életem során nagyon sok nő megpróbálták kibabrálni Gilbert Buzzival, de büszkén jelentettem, hogy még egynek sem sikerült. Nem? Tudom, hogy ez most durván hangzik, de a női fortéllyal szemben a határozottság az egyetlen ószer. Higgyen nekem. Halló? Adjon már azon, nagyon. Na, jól van, Miss Tiddy, lássunk már egy kis tempót meg hatékonyságot, jó? Na, igen, egy kopogás, nem, két kopogás. Adjon már azon. Van még valami? Jó, várjon. Várjon, akkor írja, jó? Kedves Lady Dixon! Itt Jilly Jilly! Meglepetés! Mi az ördögöt művelsz? Hát nem te mondtad, hogy ne menjek el a bundával? Hát elmegyek nélkülem! Nem mehetsz el! Jilly! Édes kis szívem! Mi lenne, ha ezek a kis ruhák... Véletlenül kiröppennének az ablakon. Nem. Ginny, nézd rám! Szia! Vegyünk jó mély levegőt, nyugodjunk meg, jó? Véletlenül kifújt a szél a kezemből. Jaj, Ginny, de sajnálom. Teljesen elmondom. Viszed, Bárli? Gyorsan! Mi van, Miss Tiddy? Mi van? Na, mi van, Csöcsike? De eddig te is ilyen melltartott, mi? Mi van, Miss Tiddy? Tudom. Lady Dixon levele. Megjött, nagyon jó. Bocs, akkor olvassa föl. Tessék venni, szóval... Lady Dixonnak maga tetszett levelet küldeni. Arra jött meg a... Én? Akkor hagyjon már, menjen kifelé, nem érdekel. Ide figyelj, Jenny, drágám, hajlandó vagyok szemet hújni, hogyha most. Okosan viselkedsz és elmégy. Jenny, van egy másik meglepetésem is. Nem. Ojaj! Jaj, Jenny! Nem, nézd csak! Itt vannak az alsó neműim! Nem, tudod, mit jelent? Édes szívem! Tudod, mit jelent?
hogy teljesen mesztelen vagyok a ruha. Nem. És mi lenne, ha ez is véletlenül kiröppenne? Nem. Jaj, fiúk, jó itt neked látni! Jaj! 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 Bocsánat! Elduhat véletlenül! Mr. Bagley! Na mi van, Csöcsi? Te mindig jársz kell? Mi van, Misty Dél? Mr. Bagley, a portás bácsi telefonált föl, hogy hát elég buta dologgal. Milyen buta dologgal? Hát a portás bácsi azt mondta, hogy ruhaneműket, női ruhaneműket látott leszállni. Óriási, hogyha hasonló panaszok a sinei vannak, akkor szóljon még, jó? A só nem ilyen volt. Alsó nemű! Hát azok biztos lassabban szállnak. Befejezte, Arnold? Melyiket? Na, és akkor hozassa föl őket, jó? Jaj, az nem fog menni, mert a portás bácsi azt is mondta, hogy éppen erre jött a 9-es busz, nagyon sokszor jár erre, igen. Ja, és a ruhák a tetején landoltak, és most éppen Melbrookba tartanak. Bocsánat, erre a 9-es busz, hát én metróval járok, ha tudtam volna, akkor... Melbrookban még sose voltam. 9-es busz. Szörmeszelen, Dasi! Csakarom! Hogy biztos benne? Ebből az irányból? Jó. Hol? Jó. Köszönöm. A ruhanemük, az alsó ruhanemük. Leszálltak. Jaj. Akkor menjen, és hozza föl őket, hát ha jó lesz majd valakinek, jó? Ja, nem igazán érti a dolgot. Szóval tetszik tudni, itt az ablak alatt van egy nagy óra, ugye? Igen, és... Mutatja az időt. Igen, az órák általában ezt szokták csinálni. És vannak mutatói. Igen. És rajtuk a fehér nemük. A mutatón? Nem a legjobb cégért, menjél, szedje le! Itt, ott, hol? Ahogy akarja, gyerünk! Úgy látom, némi pánik foglalta el a cinizmus helyét, Gyuri. Soha. Arnold! Igen. Mr. Bagley! Mondom, mi van, Miss Dibdél úgy rohangál itt, mint valami szédült mókus. Csak gondoltam, a kedves hölgyet érdekli, hogy a kedves férje éppen fölfelé tart a lépcsőn! Jézusom! Na, beszélj! Most remélem, hogy örülsz! Zseniális! Jön megvenni a bundát! Nem jön megvenni a bundát! Menj lefelé! Arnold, maga meg szóljon Miss Tipdale-nek! Legyen szíves, hogy szerez Miss Tipdale! Igen! Figyelj! Hajlandó nekem segítőkezet nyújtani szokott a helyzetemben? Mit képzel magáról, hogy Miss Tipdale személyületes praktikájába belevonnál? Szerintem inkább kérdezzük meg az érdekeltet, jó? Miss Tipdale, hajlandó nekem segítőkezet nyújtani szemérmetlen praktikáimban. Hát azt hiszem, hogy én elég sokáig nyújtogattam már így is elég sok mindent is, és azt hiszem, most nekem dolgom van, igen. Na, példát várna róla Arnold, és szerezze meg a fehér nőt. Te viszont, kérem szépen, mit csinálj? Kérem szépen. Á, Jenny, meddig akarsz meg a fáradt? Gyere csak ide, kicsi bundás! Ugye, az, hogy itt volt? Nem. Csak hanem már itt is tetszik lenni. Velem jött, nem láttad? Jaj, hogy mikor is mentem? Tudod, aki minden mű, a merre, a feleke, a feleségek, mikor mentem, is meg már külnek? Azt pontosan tudom, hogy mikor mentem, amikor a kedves ugyegel. Mi együtt mentetek hova? Nem. De most akkor hogy is van ez? Nem. Tehát most itt volt, vagy nem volt? Igen, tulajdonképpen mit azon által, vagyis, hogy elé ment, aztán Mr. Crouch, nem jött vissza. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor most mi legyen? Most akkor ott a... Mi legyen azokkal a percekkel, meg a mutatókkal, meg a rajta picsegőkkel? A... Miss Tibdé, hogyha a kis mutató függőlegesen áll, akkor majd lehet. Ja, szóval várjak fél hatig, ugye? Na, szóval ott tartottam, hogyha figyelnéd egy kicsit a szemembe, hogy
érdekelne az a bunda? A bunda? Igen. Semmi más? Semmi más. Csak a nerc? Csak a nerc, igen. Hát, szóval csak a bunda érdekli, semmi más? Csak a bunda, igen, de már mondtam. Szóval csak a bundát kérjük. Mondom, csak a bundát kérjem, igen. Ez a baddik, igen. Jaj, hát cségült, ez mi lesz, Mr. Buzzley? Jó, látod, Mr. Buzzley itt van? Áj, jó napot! Ön Mr. Buzzley. Harry McMichael vagyok. A féleszű kollégád már mondta, hogy ezzel a bundával mi a helyzet, szóval akkor viszont, ami mégis megkössük az üzletet. Hogy mégis? Jaj! És mennyit is beszéltünk meg pontosan? 1000 pont! Annyi! Mennyivel se több? Annyi! Kedves, drága, Mr. McMark. Jó, de számlát kérek róla. Természetesen a pénztárosom kiállít számlát. Mr. Buzzley, hol van? Mr. Buzzley, Mr. Buzzley, leszette már a percmutatóról a perceket? Tetszik tudni, elég szeles időnk van, és igazából szóval, hát egy szélroham ezt így elintézte helyettem. De nagyon, szóval nagyon ügyes voltam, mert telefonáltam a szomszéd butikba, igen, szóval lesz. Jó, akkor hozzassam majd gyorsan, jó? Jó, na. Ja, de nem ezért jöttem, hanem egy bizonyos Mrs. Lawson, Mrs. Lawson. Á, igen, a titkárnő, engedd be, nyuszi föl, engedd be nyugodtan. Ja. Mrs. Lawson! Mi folyik? Megkaptam az üzenetét, Mr. McMichael, hogy jöjjek ide. Így van, kis szívem. Nem most, drágám, jó? Szíves, próbáld fel ezt a... bundát! Hogy én? Igen, csak a méreteid miatt. Úristen! Tetszik, mi? Ó, Mr. McMichael. Ajjaj. Nem kellett volna. Nem is tudom, hogy hogyan köszönjem. Mindenre sor kerítünk, jó? Ó, hogy minő állnak hálót szövénk, midőn a csalás gyakoroljuk, mondd el költőt. Fognál már be a száját, mondám én. Szerintem dalára mondod, hogy meghálálja. Szerintem is. Na jó, van, mérges magad egy kicsit, aztán addig én levagyunk. Ennek fogja meginni a levét. Arnold, töltsön nekünk pesgőt, jó? Ne, mi hatunk pesgőt, nagyon sietünk. Ó, de én pesgőt bármire képes vagyok. Na jó, talán egy pohárkával bele. Töltsön pesgőt. Szóval, Mr. McMichael. Ugye én azt mondtam önnek, hogy ennek a bundának az ára 1000 font. De mit szólna, hogyha azt mondanám, hogy elkövettünk egy aprócska hibát, miszerint lefelejtettünk a végéről egy nullát. Júj! Hát én akkor azt mondanám, hogy nyonyolját fogatyóztak el itt össze-vissza! Szerintem rosszul leszek. Arnold, igyon maga is velünk! Én nem iszok. Ja, nem, csak végkézláb és virágcserékből. Ne fogja, adja vissza, ígyunk egy pesgőt, parancsoljon. Ne, várjál. Kedves egészségért. Először ígyunk, üzlet előtt mindig iszunk. Hát igen, az üzlet az üzlet. És meg is beszéltük az 1000 pontot. Igen, szóval azt kezdtem el az előbb mondani, hogy elkövettünk egy aprócska hibát, egy pöti sószt, egy pokopokót. Mi van? Hát én sem tudom, hogy mit beszélek. Na, milyen haver, kárgőzért, én nem így szoktam üzletelni. Meg volt adva. 1000 pont. Egy penivel se több. Mr. Buzzley! Mi van? Megszereztem! Igen, tudja mit a... tudja kinek! De kinek? Hát... szép, ugye? Nagyon szép! Madaram! Pontosabban papagájnak! Papagáj! De az micsoda? Az ebédje! Igen! A papagáj ebédje? Igen! Niki! Cviki! Cviki buszi! Igen! Hol így hívom, hol úgy? Tetik tudni ez a... Most ne Teti? Ja nem, az most alszik! Ne nézzék meg, ronda, mint az állat! Hát, nem, éppen alszik, meg előtte kapott enni! Mi
Nem, 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 nem! Jó, jó, mindenki legyünk figyelj ide a ragyom. Hagyja tesse meg, mert nem tudják, mire képes, amikor nem kapja meg azt, amit akar. Hallod neki? Hagyja tesse meg, na, mert tesd meg vagyunk rendben. Jó, nekem támad egy ötletem. Etessük meg a galambot. Etessetek már meg valamit a lenni. Én fogom megetetni. De hát a... Nyerítsák meg a buszt! Mi történt? Ezek nem ülnek meg a 9-es busz tetején. Arnold! Arnold, gyerünk, könyörögjünk mind a kettő, jó? Drága, mi szerint meg már kell kérem, nem verték meg ezt a bundát, nem? Nem, kérem. Én hívok a kicsit! Jaj. Szóval már ott tartottam, hogy mint üzletember, hozzá vagyok szokva, hogy ha megkötök egy üzletet, az úgy is van. 1000 fontot beszéltünk. Ott van! A bunda itt van! Üzlet meg van kötve. Nem. Nincs más lehetőség a mesztelen igazság. Mondja Arnold! Na megint mibe akartok belerángatni? Semmibe. Na? Hát az úgy volt, Mrs. Mr. McMichael, hogy... Jaj, ide, jó? Szóval itt az AC-duláknak van ugye... különös jelentősége. Igen. Szóval, midőn ülék a pincében... A lényege! És a napszemembe süték. Ne szavalja, mondja! Szóval a balomon rókaprém, jobbomon pedig festett nyúl. És ahogy nap kisüté szememet, felcserétem az AC-dulákat én. Az egyikre rátettem, hogy 100 font, a másikra pedig 1000 font is, összecseréltem. Azt akarja mondani, hogy ez nem igazi? Pofa be, majd nem beszélek, jó? Szóval, azt akarja mondani, hogy ez a bunda nem ér egy pavakát sem? Nem, de a mi hibánk. Azt gondoltam. Maradéktalanul elismerjük, hogy a mi hibánk, de a rút igazság csak akkor tűnt föl, mikor Arnold megpillantotta a bélést. Mi? A bélés? Bélés? Mi a bevéléssel? Mivel? Mi? Nagyon utas tudom. A béléssel? Hát jogosan vetődik fel a kérdés. Mi a baj a béléssel, Arnold? Mi? Már végeztem. Jöjj. Mi a baj a béléssel? Semmi. Akkor? Pont ez a baj. Hát szóval túl fogja élni a bélés a bundát? Igen. Én csak nem tesz olyat! Ez a tipikus parabola eset. Az! Az is van benne? Hát tetszik tudni... Szóval... új bort sem töltenék ótömlőkbe, mert a tömlők kirepülés, a bor kiömlené. Máté evangéliuma. Harry, ez miről beszél? Én tudom, én biztos, hogy ne ígyunk annyi bort. Mr. Bradley, csak szeretnék szólni, hogy megérkezett Mr. McMichael taxiát. Jó, köszönjük szépen, nyuszi föl. Szóval akkor mennyit ér ez a nyomat bunda? Hát, 100 fontot. Jó, köszönjük szépen, reméljük. Máskor is nálunk vásárolni tudjuk. Reméljük, hogy már máskor betér és választ egy másik bundát. Rendben, tessék itt a 100 fontot. Nem. Csak a holtestemen keresztül. Hát, azt nagyon könnyen meg tudom oldani, bátya. Beállított a műegyetemről azon az ajtón, és azt mondta, hogy... Ginny, tisztába vagy azzal, hogy nincs rajta a fehér nemű? Nem ezt mondtam. Mi szintén szerezem a hölgynek fehér nemű. De hiszen már szereztem. Azt megetettem a galapokkal. Akkor szerezem másikat. Gyerünk. Ginny,
Nő? Próbáltam hallgatózni, és hallottam egy női hangot. Nem volt semmilyen nő. Biztos Miss Tiddélt hallottad, ő sokszor gyakran úgy hangzik, igen, mint egy nő. Csak nem visszajött a férjem, hogy megvegye nekem a bundát? Nem. Igen. Nem. Na most melyik fiú? Hát nem, igen. Igen, nem. Hogy nem, igen, de Arnold még előtte... Mi? Elküldte a tisztítóba! A tisztítóba? Igen, mert nagyon mocskosan bánt vele. Van egy olyan érzésem, Gilly, hogy te hazudsz nekem. Jenny, drágám, hát volt neked valaha okot kételkedni az én szavamban? Volt. Jenny. Szerelmem virágos kertjének egyetlen rózsája. Szenvedélyem égboltjának egyetlen csillaga. Egy ilyen apró dolog nem állhat közénk, hogy benne teljesítjük sorsunkat ma este az ágyban. Tilly, ha nincs nert, akkor ne számít semmi jóra. Jenny, egy ilyen aprócska probléma nem állhat annak az útjába, hogy mi ma este ketten együtt el ne jussunk a paradicsomba. Gilly, ha nincs nert, nincs paradicsom. Mit szólnátok hozzá, fiúk? Ha én most fognám magam, kiállnék ide az erkélyre, szétnyitnám a bundát. Na fogadjunk, hány ember gyűlne össze itt alul? Ha elkezdenék csikoltozni, talán még több. Nem, Jenny, ez ostobaság. Szívem, ez nem ostobaság. Ez zsarolás. Nem! Mr. Barry! Mr. Barry! Nem látja, hogy nem érünk rá? Hát az éppenséggel látom, hogy elég elfoglaltak mostanában, de arra gondoltam, hogy nem állt, ha tetszenek tudni, hogy valaki éppen kiszállt odalent egy taxiból. Bánom is én! Kiszálljon! A kedves felesége! Kicsoda? Gyerünk vissza, gyerünk befelé! Kicsoda? Menj már vissza! Annod, segítsen, menjen már ki velem! Menjen ki, puszkolja ki! Nem érdekel, puszkolja ki valahogy! Vigyen már ki! Jaj, drágám, annyira örülök, hogy újra látlak, hogy láthatlak megint, hogy én, hogy újra láthatlak megint, hogy én annyira örülök. Köszönöm szépen, de bánt valami? Mi a baj? Ja, semmi, de miért jöttél haza korábban? Lájöttem, hogy nem bírom ki egy hónapig nélküled. Ó. Mit ünnepeltek? Jó, hát nem kell nekünk a semmit ünnepelni Arnolddal, hogy ne ígyunk egy kis pezsgő. Na jó, de mi volt itt? Fogadás? Nem. Eladás. Ó. És ki a hölgy? Annyira örülök, hogy újra látlak, drágám. Ezt nem mondtad, szívem. Igen? Igen, és jobb szeretném, hogyha nem mondanád. Jó. Különben meg van egy meglepetésem a számomra. Milyen meglepetés? Jaj, hát nem kellett volna. Nem tudtam neki ellenállni. Jól tudod, hogy valahányszor együttünk elutazik, mindig hoz egy meglepetést a másik. Ó, hát ez gyönyörű. Nyilván neked is van meglepetésed az én számomra. Ha, de mekkora? Na és, itthon mi történt? Semmi. Semmi. Men minden, mint a karika csapás, mióta elmentél, egy nő se tette be ide a lábát. Nem azt mondtad, hogy eladtál egy bundát? De igen. Egy férfinak. Ó, egy férfi? Igen, remekül áll neki. De kár, hogy ennyire sietsz. Ó, drágám, én nem sietek. Inkább töltsd egy pohár festőt. Jaj, de szeretem, hogyha iszol. Parancsolj! Egészségedre, fiam! Szóval miért jöttél haza korábban? Mondtam már, hiány. Te is nekem! Én... csak... feküdtem az ágyban, és arra gondoltam. Én is! Mitek, Vági, azt szeretném? Jó, csakadom! Hát csak, hogy kellenek-e akkor azok a... Igen, kellenek, úgyhogy hozza be őket meg a vén denevér. Denevér?
Mit akart Miss Tipdale? Semmit, csak átment ide a szomszédbe ez a hóboltja mostanában. Majd ne felejts el beköszönni nekik, hogy elmész, jó? Tehát már idefele beköszön. Akkor ne felejts tőlük elköszönni, hogy elmész. Nem, én nem megyek sehova. De igen, hazamész és... bemelegíted az ágyat. Jót tesz neked, ha iszol. Ezért jöttél haza előbb, vagy nem? Na de ebéd előtt, drágám? Le a konvenciókkal. Hát ha ezt tudom, akkor már tegnap hazajövök. Na, sok minden megoldott volna. Menj csak nyugodtan, és nehogy elkezd nélkülem, jó? Arnold! Igen, biztos. Most mit csináljak? Hát én a maga helyében mindent elmondani. Maga az én helyemben is idióta volna. Hát én kérek szépen a véleményemet kérdeztem. Undorító a beképzeltsége. Én legalább úgy viselkedem, mint egy telivér férfi. Gini, teljesen klaustrofóbiám van a raktárban. Gini, drágám, ne haragudj, de a ma esti kis légyottunkat el kell halasztanunk, mert... Nem baj. Mert a feleségem megjött. És elment. Mi a baj, Mr. Atya úristen! Mi a baj, Mr. A fehér nemű! Mi nem az a fehér nemű, hanem az a habos-babos kis csipkés valami, amit Jeannie-nek vettem ajándékba, és ott fekszik az ágyon. Jaj, de cuki vagy! Arnold! Igen? Szóljon Miss Tipdale-nek, hogy szerezze meg a fehér neműt, jó? Ne jöjjön, akkor visszamegyek! Menj, és lehetőleg ez alkalommal az első adagot nem kell rögtön átadni a londoni közlekedési vállalatnak, jó? Halló? Mi az? Én vagyok. A vonal túlsó végén. Ja. Miss Tipdale az? Jó, megszerezte a fehér neműket? Megszerezte a Várjon. Szóval azt mondja, hogy igen. Igen? Igen. Azt hiszem. Igen. Várjon egy pillanatot. Aha. Értem. Azt mondja, megjött a felesége. Hát, tudom. Igen, azt tudjuk. És már el is ment? Hát már elment. Na. De várjon. Mi? Aha. Visszajött. Várjon egy picit. Szóval azt mondja, hogy az azóta-óta jött vissza? Szóval azóta-óta jött vissza? Ne. Igen, úgy gondolja. Szentséges a te úristen! Megjött. Aha. De nem neki. De azt tudom, hogy itt fog... De utána elment. De várjon már, mi baj? Mrs. Bonti, kezd a csókom. Örülök, hogy láthatom. Szervusz, drágám, máskor nem maradj el ilyen sokáig. Mi újság van ott van? Ó, még nem jártam oda. Nagyon bőzött és volt a részedről. Mr. Krauss! Halló, Miss Tipdale! Mr. Krauss! Ja, igen, kérem szépen intézel, amit megbeszéltünk titkárnök Gyöngyi, jó? A viszontlátásra, kezd egy csókolom. Jaj! Én csak azért jöttem, hogy szólják, hogy nem tetszett letenni a kagyló, de most már letette rá. Ja. Tessék menni elintézni azt a dolgot. Ja. Mondja, Adolf, mennyit volt maga ezen a pesgőzésen? Én kérem szépen, én nem iszok. Ez az! Remek ötlet! Ígyatok, ha múlna veled baj. Nem? Drágám, beszéljétek meg Arnolddal, az őszi katalógus biztos nagyon sok ötletetek van. Én addig hazamegyek és kiporszívózom a lakást. Drágám! Igen? Miért még elmennél, nem tudnál egy kis pénzt adni? Ne haragudj, csak aprón van, kérje pénztárostól. Annál azért csak többnek kellett maradnia. Minél? Hát a 9000. Patri! A 9000-nél? Nem figyelteti a felesége. Remélem, hogy nem. Amit reggel felvettél a bankban. Ma reggel. Jaj! Képzeld el, hogy reggel, ahogy jöttem befelé a reptérről, valamilyen úton, módon, pont ugyanahoz a fiatalemberhez kerültem, aki reggel a csekkedet kifizett. Micsoda béletlen, ugye, hogyha egy másik ablakhoz megy, akkor semmi nem derül ki a dolgokból. De hát akkor... Abból nem maradt semmi. Elkölteted az összeset?
Nem. Ah, dehogy, nem. Akkor? Nem. Nem, megmondom, mit csináltam vele. Gilbert, nem. Kölcsön adtam Arnoldba. Nem, mit képzel magad? Nem. Tagadja. Igen. Bocsáss meg, drágám. Képzel, jöjjön ide, Arnold. Nem. Jöjjön ide. Hol van? Ne, hol van? Ne, tehát tagadja, hogy magának. Határozom. Ne, mit csinálsz? Tess, ez a Mr. Buddy pénz, ez nem az enyém. Tess! Nem az enyém. Tess! Nem. Te, mit keres magánál? Én adtam neki. Kölcsönbe? Kölcsönbe, pontosan. És mire kellett? Halljam! Nem, hát... Nem, Arnold, nem. Drágám! Be kell, hogy valljam a vesztelen igazságot. Ez aztán telivé fél. Ezt már régóta el kellett volna mondanom, és kapaszkodj meg, egy olyan dologról van szó, ami nőkkel és szexel kapcsolatos. Tudom, igen, ahogy már mondtam, régen el kellett volna mondanom, de most érett meg a végleges kifejletéhez. Zsarolás ütötte fel Ruth fejét. Aminek az ára, mint ilyen esetben az megszokott, egy nercbunda volt. Tehát arra kellett a pénz? Igen. Arnold így tudta kárpótolni, Miss Tiddy. Arnold! Mi? Arnold mivel magyarázza ezt? Nem, Miss Tiddy? Mi már őt is, mert csalja? Drágám, tudnod kell! Nem. Úgy jártak ide a nők hozzá, menet rendszerint a gára, buszok! Busszal járok, metróval járok. Nem kapok már levegőt a bajukba. Hát, ez volt anyukám. Ez itt az őszi kollekcióm, nézd meg, Arnold, kezd a munkája, hogy mennyire gyönyörű ez a hosszú fel. Gilbert, én ezt a hölgyet itt még nem láttam. Aha. Ó, valóban. Hát én nagyon szívesen bemutatkozok, én vagyok... Nem, maga nem az. De pontosan az. Aha! Ez az, ugye? Szóval egy újabb redén nőcs kéne, mi? Nem. De kérdezzük meg talán a hölgyet, hogy kihez fűzi gyengét kapcsolat. Igen, kérdezzük meg a hölgyet, hogy kihez fűzi gyengét kapcsolat, és akkor biztosan majd fog kapni egy bundát, például ezt, vagy egy másikat, és azon kívül kap még majd egy másik bundát, és még egy sportkocsit is talán. Kiha! Ő? Na, anyukám, figyelj ide! Na, elmondom, hogy mi van itt, hogy kihez fűz engem ilyen viszony, tudom? Na! Biztos, hogy elmondja a fiúk? Igen. Semmit se titkoljak el? Semmit. Ne titkoljak el semmit, Arni. Ugye? Jó csinál, ugye? Mi? Kicsi mohó, Arni! Aki nem tud várni! Arnold. Mélységesen csalódtam magában. Mélységesen? Mi? Fúj! Hölgyem, azt javaslom, hogy azonnal hagyja el a szalonunkat, a bunda nélkül kérem. Hát figyelj ide, anyukám, én inkább maradnék, de higgyed el nekem, hogy jobb, ha a bunda is marad rajta. Gilbert, ki van ez a bunda fizetve? Még nincsen, drágám. Tehát akkor hölgyem, azonnal vegye le és hagyja el a szalonunkat. Anyukám, ez nem jó ötlet. Vegye le! Na ide figyelj, anyukám! Tudod miért nem akarom annyira levenni? Miért? Mert én ezt zenére szoktam csinálni. Azért. Kis
Mi van, Miss Tiddélnek? Szerezte már a fehér nemű? Ja, az még nem, mert akkor mire vár? Maga akarja meghorgolni, vagy mi? Ja, nem tudok ám horgolni. A mama azt mondta, hogy néha horgolok, de horgolni még nem tudok. De ha tetszik kívánni, akkor megtanulok. Ja, de nem ezért jöttem, hanem azért, mert szóval kellett tartanom egy ifjú hölgyet, bizonyos Mrs. Sue Lawson-t. Ilyet nem is? Ezt ismerjük? Ezt ismerjük, csak igen. Nem. Isten ments. Nem, semmi dolgom vele, igaz? Nem lehet hozzászólni, hagyjad. Én nem akarok szólni senkihez. Én csak szeretném megkapni a két bundámat. Beülök a sportkocsiba, és baromi melegem lesz. Jenny, drága, egy... Mi van, Miss Tiddél? Ja. Mire vár még? Hát arra, hogy megtetszem mondani, hogy mi legyen a Mrs. Sue Lawsonnal. Mit akar az a buta nőcske? Ja, azt mondta, hogy visszahozta a kanadai nercet. Visszahozta? Atya úristen! Visszahozta! Miféle nercről van szó? Azt, amit Arnold elküldött a tisztítóba, és ami a tiéd lesz. Miss Tiddél, igen? Menjen, kísérje ki a hölgyet, és kísérje be a bundát, jó? Ki a hölgyet, be a bundát, jó. Ez. Most már megy minden, mint a karikacsapás, Arno. Kérem, hagyj, ne. Arno. Ne. Hagyja nekem békén, Mr. Patrick. Jó, maradjon már, nem is az esetem. Jaj, hagyja nekem békén. Jenny, drágám, most már egy-kettőre el fogunk jutni a paradicsomba. És mi lesz a fehér neműmmel? Majd elküldetem ért a Mystic Bill-t. Aha, csak valaki hamarabb ér oda, ugyebár. Figyúz! Amúgy most jutott az eszembe, hogy hát ott van a fehér neműm a lakásodon, a kis táskámba. Abban van egy csomó fehér nemű, szólj a csöcsinek, hogy hozza ide!
Arnold, mit mondott az előbb? Az, hogy talán a felesége hamarabb fog odaérni, mint Miss Tipdale? Nem, Arnold, tartsa a frontot, amíg visszaérek, jó? Miért segítenék magát? Kis ujjamat sem fogom maga miatt mozdítani többet. Arnold, nagyon kérem. Most még utoljára segítsen rajtam, és esküszöm, hogy utána soha többet nem térek le az igazságosság kanyargós esvény. Becsület szavára. Becsület szavamra. Én, Arnold, én döntöttem. Új életet kezdek. Visszatérek a feleségemhez. Ez nagyon jó, Mr. Pazzi. Hiszen tudja, légy híve, mint haláli, és áldozatot nem marad jutalom nélkül. Lukács evangéliuma. 4.16. 9.13. Na így. Így talán még szebb. Mr. Pazzi, kérlek szépen. Anni! Olyan érzésem van, hogy maga haragszik rám. Nem. Csak tetszik tudni, maga Mrs. Buddy előtt kellemetlen helyzetbe hozott engem, szóval engem meghurcolt. Csak nem azt akarja mondani, kis buta fiú, hogy szégyelli, hogy Mrs. Buddy azt hitte, hogy a szeretője vagyok. Nem, én nem ezt mondtam, csak... Hát még jó is! Azok után, hogy bemászott a bundám alá. Maga a legpervezebb mind közül! Kérem szépen, az nem teljesen úgy volt, hogy... Tessék várni egy kicsit! De nem adom vissza! De tessék várni, mert mondtam, hogy tessék várni! De már esküszem legalább 10 perce! Hát a... Mi szintén? A hölgy? Ha gondolja, akkor a hölgyeket fogadhatná akár az én irodámban is, nem? Hát kényelmesebb lenne, nem? Ez milyen jó ötlet! Ha kellek, itt leszek! Kérem szépen, Na, ide figyeljék, kisanyám! Add ide ezt a bundát! És aztán húzzál el! Már miért tennék ilyet? Mert ez a bunda az enyém! Nem, ezt az én barátom vette nekem! Nem, ezt az én férjem vette én nekem! Nem, ez a barátom, és ő nagyon befolyásos ember! Az én férjem még attól sokkal befolyásosabb ember, mint amilyen a te barátod! Kérem szépen, elnézést kérek, de elmaradt, szóval elfelejtettem bemutatni egymástak a hölgyeket. Szóval a hölgy itt mellettem, Mrs. McMichael. Szóval Mrs. Harry McMichael. Szóval Mr. McMichael felesége. Hát azt hittem, hogy majd elején is kiderült. Hát azért erre nem mernék nagyot fogadni. Szóval, hogy ő Harry McMichael felesége? Igen. Na, menj erre, kisfiú. Na, ide figyelj, anyukám. Azt mondtad, hogy az előbb ezt a bundát, ezt a te barátodtól kaptad. Igen? Na, ki a barátod? Hadd halljam. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát, Na, vagy be őszintén, ki a te fiúd, aki megvette neked ezt a bundát, mi? Az igazán... Ő az! Mi? Mi? Igen! Ne, mi? Arnold! Maga kis kanyul! Maga már mindenkivel! Kanyul? Igen! Az vagyok! Nem szégyelni magát! Mr. Crouch! Azt szeretném mondani, hogy a... Mi? Na, mi van? Mr. Crouch! Jaj! Mr. Crouch! Mr. Buddy telefonál! Otthonról! Hát az jó! Hát otthon van akkor! Hát ez nem jó! Ez nem jó! Ugyanis a... Dehogy nem. Ugyanis a csamik! A tudja, kinek a tudja, milyen nincsenek az ágyon! És Mrs. Buddy sincs! Sem a kér! Sem Mrs. Buddy! Szóval a tudja, ki el kéne tüntetni! Elnézést! Ez valami zárt.
Figyeljem, Miss Tibdi, tegyen meg nekem valamit, kérem szépen. Szóval menjen le a portára, és hogyha Mrs. Buttery visszajönne, akkor nekem telefonáljon fel, jó? Jó. Jó? Ambrose. Menjen, telefonálj. Jó. Bocsánat. Ned, ezt jól megcsináltad. Nem, vagyis hogy nem szeretne egy italt esetleg, hölgyem? De. Köszönöm szépen. Jöjjön. Ide figyeljen. Na. Szóval a helyzet az, hogy Mrs. McMichael a... Szóval a bunda alatt... Mesztelen. Hogy nincs rajta ruha? Így van, így van. Érdekes. És kellene nekünk ruha. És? Szóval magácskának van ruhája, neki meg nincs. Mégis mi a francért kéne neki segítenem? Hogy miért? Ha? Azért, mert ami jog szerint Mrs. McMichael-t illeti, abból bizony magácska is részesül. Ne mondj el senkinek! Hol öltöztetek át? Okos kisre, akkor menjen be szépen oda. Oda. Jó, köszönöm szépen. De várjunk! Igen. És én miben leszek? Ez egy jó kérdés. És mi a válasz? Majd az is megszületik. Tessék menni. Vegyen a ruháját. Jó. Zseniális ötlet, Arni. Ha tudtam volna, hogy magában ilyen képességek laknak, nem engedem be a bundám alá. Jaj, kérem, ne ébressze fel az alvó oroszlán. Mr. Crouch! Csak megy a kezdet az igazítomat! Mr. Crouch! Kezdj, csokorom. Fregat kapitán. Hát hogy ne? Ja, igen. Ja, hogy ki a hölgy? Ja, nem annyira érdekel. Ja, nem. Nem érdekel. Mondja. Járt már maga Wimbledonba? Hát az igazság, hogy... Ne is menjen akkor oda! Az a nyomorult őrmester! Úgy parkoltatja ott az autókat, mint a szardíniákat! Az őrmesternek áttalált a fregat kapitány, és ki kellett tolatnia egy mini, meg egy Jaguar közül. És melyiknek lenne ki? Az őrmesternek. Jaj. És jól van? Szörnyű horzsolás végig a tatt bal oldalon. De mindent összevetve, remekül tartotta magát. És hol van a fregat kapitány most? A rendőrségen. De én most meg kell igyek egy viszkit. Viszkit? Ja, igen. A Cambridge Hotelben. Ja, Viton. Menjen nyugodt, tessék parancsolni. Jaj. Szeretném elvinni a bundámat. A bundáját? A bundámat! Jaj! Hello! Itt a ruhás! Jaj, ez rossz szoba! Megkaphatom a bundámat? Egy pillanat! Bunda, fegyele! De nincs alatta semmi! Tehát... Menjél való! Jaj, nem oda! Menjél be oda! Befele! De nincs alatta semmi! Fegyele! Csak nem a bárszekrénybe ment be! Hát, kiveszi az ebédszünetét? Ó! Oh? Van egy kis ital is. Jaj, itt a bunda. Ez egy fura hely. Jaj, tessék parancsolni. Jaj, tessék parancsolni. Ó! Szóval, hogyha látja a fregat kapitány. Csákjázzal meg, Mr. Crouch. Tudja, a rendőrségem van. Igen, a rendőrség. Itt szondáztatják. Szondáztatják. Csak!
Halló? Hát én... Örmester? Igen, én vagyok. Arnold Crouch? Igen, Mi? Nem is tudtam. Nem is. Képzelj, a fregatt kapitány az rendőrségem van. Ó! Igen. Szondázza! Szelki! És mire? Mi? Pozitív! Az jó? Nem. Jaj! Örmester úr, drága! Tessék már elengedni a fregatt kapitányt, tetszik tudni a feleségének, és most csinálom a bundáját. Mi? Jó, van, tudok egy kis kedvezményt. Jó, úgy legyen, úgy. Köszönöm szépen, a viszont hallásra, köszönöm szépen. Képzelj a fregatt kapitányt, kérdezni. Jaj, de édesek, na, de én azért jöttem, mert Mr. Lawson itt van. Igen. Ki? Az ifjú hölgynek a férje, Mr. Lawson. A Mrs. Mi? Ne, kérem, Miss Tipdale. Hát nem adhatna neki egy operandit? Ó, hát, kérem szépen, én nem szoktam idegen férfiaknak randit adni. Mr. Crouch! Már jönni! Jaj, tessék bemenni! Jaj! Mr. Crouch! Na ide figyeljen, faszikám! A feleségem munkahelyén nekem azt mondták, hogy itt fog találkozni a főnökével, mely Badri és Crouch, mely szörme üzletbe. Ez az? Badri és Crouch, Mr. Badri, házon kívül Mrs. Badri. Nem tudom, én pedig zavarban. Akarom, de én vagyok Arnold Crouch. Jó, na és itt van? Itt áll. Jaj, nem maga, a feleségem, itt van? Mi? Nem. Maga Mr. Lawson? Hát, az vagyok. Ja. Én azt hittem, hogy maga Mr. Kirkendale. Az nem igazán hasonlít a Lawsonra, ugye bár? Ja, hát nem. Na még egy kérdés! Figyelj! Meg tudná nekem mondani, hogy hol van a feleségem? Hol van a feleségem? Mert mindenhol kerestem! Mondja meg! Hol van? Hát az úgy volt, hogy a sarki tejbárban. Tejbár? Igen. Tejbár. Hát miért nem tudtál ezt a kezdeni rögtön? Mi? Nem tudom, megtalálni a feleségem, nem tudom, hogy mi lesz! Hát mert én azt hittem, hogy maga Mr. Kirkendale és Mrs. Kirkendale-t keresi. Na jó van. Majd még visszajövök, aztán megnézem ezt a sarki tájba. Meg még egyet mondok ám. Jaj. A nerceid meg vannak számlálva. Hát nem volt jobb ötletem. Majd nehogy megfázzon nekem. Hát ez attól függ, hogy mikor mosogatják a terítőt. Jaj! Mit is mondok, hogy hívják azt a tájba? Hogy mi az? Tejbár? Ja, igen. Hát a... Zöld tehén! Zöld! Jó van, folytassuk! Igen. Jaj! Yeah. Isten! Hát ez egy meleg helyzet volt! Mr. Crouch! Jaj! Na mi van? Mr. Crouch! Visszajött! Ki jött vissza? Mr. McMichael! Harry! Istenem, vigyázzanak fel! Nagyon vettél! Tessék már! Pisztolya van! Oda! Ide! Nem! Oda! Nem! Szinte kérem szépen, jöjjön! Nem megy! Akkor... Nem tudom! Az irodám! Az irodám! Menjünk az irodámba! Térünk el ketten, egy bunta szalomban. Let the
nekem át valaha bármilyen nem. Lehet kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelem. Lehet, hogy jobban kitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Oh, de nem táncolsz jobban. Sosem hagy el a mászlid, azzal is pénzt keresel. Hogy csak átszint, a porra valód gálásabb. Szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod szusszal is, és több voltuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Ott nem voltam! Nem!
Nem, én meg nem fogok többet oda menni, meg pocsék a viszkim. Azt hiszem, én most kimennék a... Ne, te jobb bepiszkolódott. És mit csinálsz? Ki kell rázni. Hát én a fogán nincs, hogy ki kell rázni. Én elintézném akkor a megyek a... Ne, maga nem megy sehova! Itt maradsz. Szóval, ott tartottam, hogy... Jaj, meg kell keresni, keresni. Haló? Jaj. Portás úr, igen, én vagyok. Igen. Vagy mit csináljon vele? Adjon neki velős csontot! Meg vizet! Meg vigyel sétálni, a szereti! Hát, de most dolgom van. Jaj, a viszonthallás! Most már minek beszélsz? Megszólalt, osztatottam! Szerintem én tudom! Igen! Én láttam a titkárnőjét! De hol? Mikor? Itt volt! Nem tűnt a felvásra, és azt mondta, hogy visszajön kicserélni azt a nyomban bundát! Pontosan itt volt, mielőtt elment volna! Igen! Hát tudom, hogy elment, mondom, vele nem jöttem! Igen, aztán mindaz a hátra törődök, ebben az igazság, hogy... Na jó! Elment, visszajött, aztán nem jött vissza, elment is! De pontosan itt volt, mielőtt elment volna! Igen! Mindaz a hátra tetszik tudni, hogy az úgy volt... Innentől kezdve csak Mr. Budley-val vagyok hajlandó beszélni. Mr. Budley, házon kívül van. Mi baja? Jaj, hát a feleségéhez kellett haza sietnie. De mi baja a feleségének? Semmi baja, csak hát régen láttam már, tetszik tudni. Jó. Hát az férfi dolog akkor, hát azt megértem. De biztos gyorsan lezavarja, aztán jön is, nem? Gyorsan! Megállás nélkül üzemben voltam! Na, mondom, hogy elbukott! Feleségem járt itt? Hát az a helyzet, hogy járt is, meg nem is, meg el is ment, meg már vissza is tetszett jönni a kedvesem. Jó! Akkor pattanyol a portára, igen? És abban a pillanatban, hogy belép ide, igen? Csörögjön föl, jó? Jó! Mr. Budley, vendégünk van. Nem érdekel. De az az igazság, hogy tetszik tudni vendégünk van. Bár a misén engem, ebben a pillanatban egyedül. Mr. McMichael érdekel. Egészséged, de hála Istennek végre valaki olyannal beszélek, tárgyalok, akivel lehet. Hát veled nem. Szóval. Tetszik tudni azért, hogy szóval, Mr. McMichael. Majd én elmondom, bundás, jó? Tehát. A titkárnőmet keresem, de már a térfigyelmű kollégádnak elpróbáltam mondani, hogy... Van. Nincs itt, nem? Ő azt állítja, hogy nincs itt, pedig 20 perccel ezelőtt visszajött a Vörös Oroszlánból kicserélni a bundát. Nem, nincs. Mondom, nincs. Ott voltunk lent a Vörös Oroszlánban, az a kocsma itt oldalt. Na, és visszajött, hogy kicserélje a bundát, mert neki nem kell a 100-100-100-os bunda, érted? Szóval azt keresem, hogy itt van-e, vagy nincs? Itt van 100 méterre az egész, érted? Atya úr! Nem. Ugye? Nincs itt. Hát te honnan tudod most hát, is Crouch? Nincs. Őt nem mire kérdezi, hát hülye? Hát itt volt, mint az orrát, vagyis ő visszajött, hogy nem jött vissza, szóval ki szerette volna cserélni a cserélni. Na és bizonyára ki is cserélni, aztán visszamenni. Nem cserélte ki, mondom, itt van az a kocsma 100 méterre, és ide jött vissza, hogy kicserélje a nemcet, érted? Uram, figyelj, Mr. McMichael, meg kell értenie, Mr. Crouchot már régóta súlyos tünetekkel küszködik. Na mi baja? Elme! Ja, időnként váratlan rohamokban tör rá az... Hagyd baj! Még egyszer megijesztesz, hogy belidejött egy tárt. Elképzelhetetlen. Szerintem én iszok valamit. Nem. Miért nem? Mert abszinens. Mióta megfogadta? Na most ivott egyet. De az pohárból volt, az nem számít. Nem fogadtam én meg semmit, hagyja engem. Ne. Kér valaki egy kakaót? Hülye vagy, bezsgőre? Úgy látom, hogy még magával se tudok, szóval. Hogy pont a tegyünk ennek a bűnnek a végére. Egy szavas választ várok a kérdésemre, mégpedig. Két lehetőségetek van. A kérdésem az az, hogy itt volt-e a titkárnőm, vagy nem? Maga igen, meg... nem. Igen,
vagy nem. Maga melyiket válaszja? Nekem mindegy. Jó, nem, akkor, melyiket? Akkor én mondom az igen, maga a nemet, jó? Nem! Vagy igen, vagy nem! Mind a ketten azt mondja! Nem igen! Szerintem igen, de aztán elment magával. Tudom! Tudom, hogy eljött velem. Ott voltunk bent a kocsmában. Itt a meg nagyon szar diszkit. És utána ő visszajött, hogy kicserélje azt a nyomott bundát. Az egész itt van 100 méterrel, nem érted? Honnan jött vissza is? Hűha. Egy pillanat jövök mindjárt, meg kell vizsgálnom az ászlóurodat. Miért? Hát szerintem Mrs. Lawson ruháit legeti a szél. Ez tényleg Mrs. Lawson ruhája. Arnold! Mi történt itt, amíg házon kívül voltam? Mr. Buckley? El sem tudja képzelni, hogy nekem mit kellett kiállnom. El tudom képzelni, nyugodjon meg. Nem tudja. Megtörtént, az elkerülhetett. Úgy érti, hogy összetalálkoztak? Úgy. És maga megoldotta? Meg. És hogyan, ha szabad kérdeznem? Hát, ez úgy volt, tetszik tudni. Bejött Mrs. McMichael először. Aztán bejött Mrs. Lawson. Aztán be kellett mutatnom őket egymásnak. És tetszik tudni, a Mrs. Lawsont úgy mutattam be, mint az én kis... izémet. A maga kis izéjét? Szóval, ahogy mifelé mondják, tetszik tudni, hogy... Macán! Ez az Arnold! Na! Reggel, mikor még bejött ide, olyan volt akár egy szikka töreg cserkész. Most meg még 2 óra sincs, és a járnak ellek itt a nők. Megőrülök. Mr. Padri, az az igazság, hogy kezdtem már élvezni az hát azt nem is hiszem. Jaj! Elfelejtettem valamit. Most már semmivel nem lephet meg. Az az igazság, hogy itt volt Mr. Lawson. Mr. Lawson? Hát a Mrs. férje. Tibus, te mit csinált vele? Hát elküldtem a sarki tejbárba. Sarki tejbárba? Igen. A zöldtehénbe. Zöldtehénbe? Aha. Zseniális ötlet. Hát a sarkon nincs is tejbár. Na ez az én bajom is. És akkor most mit csinálunk? Na ide figyeljen. Tudja mit? Szóval... Tekintsünk most el ilyen apróságoktól, mint hogy fehér nemű, meg hogy bugyi. Meg melltartó. Én már tekintettem föl, ugye? Szóval nekem az az ötletem támadt, hogy itt van a 2 hölgy. Nekünk vannak bundái. És kérjünk 2 perzsa bundát, adjuk rájuk, hívjunk egy taxit, és küldjük el őket innen. Ez az. Ha? Ez az Arnold. Zseniális terv és egyszerű. Ez az. Kiteket? Azt mondták, szükség van rá. Igen. Sokan hiszük ezt magunkról, Miss Tiddale. Miss Tiddale? Igen. Szükségünk lenne 2 bunda, 2 perzsára. A leghosszabbakra, jó? Jó. És a legolcsóbbakra. Jó. 2 bunda. 2. Jó. Mr. Kraut? Igen. Szeretnék mondani valamit. Igen. Négy szemgazd. Ja. Igen? Mr. Kraut, én igen? Azt szeretném mondani, hogy... Hogy... Hát, amit maga művelt ma, hát az annyira lenyűgöző volt, hogy... Hát, hogy tudja... Hát az olyan... belopta magát ide. Mi a tüdejébe? Ide a szívembe. Thank you.
szabad a csók, ma szabad a szerelem. Szabad napos a szívem, gyere velem. Szalai Éva, te vagy a mindenem. Gumicukor vagyok a tenyereden. Úgy érzem én, veled a végén vagy a legelején. Hogy szerető nő vagy annyira jó. Berepülsz a radar alá, te lopakodó. És hányszor segítettél már, és hányszor adtál cserbe. Szabad a szerelem, szabad napos a szívem, gyere velem. Szalai Éva, te vagy a mindenem. Gumicukor vagyok a tenyereden. Úgy érzem én, veled a végén vagy a legelején. Te szerető vagy, és annyira jó. Berepülsz a radar alá, te lopakodó. És hányszor segítettél már, és hányszor én mennyit töröm azért, hogy a maga bőrét mentsem. Na és már szemtelen is. Tudja mit? Most én megyek, segítek Miss Tipdale-nek. Jó. Hogyha visszajönne Mr. Lawson, akkor? Akkor maga üljön itt. Hogyha visszajön Mr. McMichael. Igen? Maga nem tud semmit. Hát én tényleg nem tudok semmit. Nagyon jó, nagyon jó. Hogyha pedig a felesége jön vissza, akkor? Hát a jó Isten irgalmazzon magának. Harry elment? El, és te is mindjárt el fogsz venni. Ebben? Nem ebben, majd mindjárt kapsz egy gyönyörű földigérő bundát. A nerfeimen kívül? Azon kívül. A sportkocsimon kívül? Igen, azon is kívül. Ide figyelj. Nagyon kérlek, hogy addig ne gyere ki, amíg azt nem hallott, hogy tiszta a levegő, jó? Tiszta na, a levegő. Gyerünk. Hát jó. Te Bádli, nagyon fázom. Könyörgöm, menjen már vissza, majd mindjárt kap egy gyönyörű földigérő bundát. De mikor? Majd, hogyha azt hallja, hogy tiszta a levegő, lányok, menjetek már vissza a startvonalra. Vivi, a futam végén találkozunk. Hallja. Hát én ezt megúszom, indulok az Epsomi derbit. Jó napot! Fedélzetmestert, a Crouchot keresem. Jó napot. Crouch most éppen házunk kívül. Hát maga meg kicsoda. Bocsánat, Gilbert Buddy szerintem mi még nem. Mi még nem? Pokoli napon volt. Hát ez sajnálatlan. Mint aki átment az útenger. Na jó, akkor szóljon neki, hogy itt vagyok. Legyen szíves. Bocsánat, kinek? Hát a feleségemnek természetesen. Feleségének? Persze, hát az üzenet megjött, igaz? Én pedig most megjöttem érte. Maga el sem tudja kézdeni, mennyi sok rosszat történt velem, amíg.
Maga a feleségéért jött? Hogyan? Biztos? Hát, jó, el tudom képzelni, hogy mennyire rosszul érzi magát, hogy nem találta meg a sarkon a zöld tehenet. Mondja rajta, rajta! Jó, jó, meg tudom magyarázni az egész szituációt. Nincs. Mi nincs? Szituáció nincsen. Na ide hallgasson. A feleségem megkapta azt a rohadt bundát. Meg? De nem tőlem. Nagyon sok mindenért kell ma vállalnom a felelősséget, uram, de a feleségét azt nem lőcsölheti rá. Hogyan? Az én feleségem? Figyelj, én láttam először a nagyságos asszonyt, és megmondhatom, hogy nagyon helyes teremtés. Ide hallgasson. Én egy fél órát töltöttem a rendőrséget. A rendőrséget? Úgy van, mert ebből bíróság lesz. Nem, uram, uram, én mindent meg tudok magyarázni. A kutya úristen. Én csak azt szeretném tudni, hogy hol van a feleség. Uram, én nem tehetek arról, hogy a nagyságos asszony egy szál bugyiba meg melltartóba rohangált itt fel alá. Egy szál bugyiba és melltartóba? Igen, mert Krausz azt mondta, hogy vegyük le róla a ruhát. A Krausz lehúzta róla a ruhát. Igen, de csak kölcsönbe gondolta. Na ide hallgasson bárki. Az lesz a legjobb, ha elkezdi az egészet az elejétől. Tessék, parancsolni. Köszönöm. Hát akkor kezdem az elejéről, jó? Szóval, minden a bundával kezdődött. Tudom, hogy a bundával kezdődött. De miért végződött bugyival és melltartóval? Várjon, maga tud a bundáról? Igen. Harryről is tud? Harryről? Maga nem tud Harryről? Nem. Harry visszaélt a felesége helyzetével, uram. Ördöges pokol! Ez most fejbe vágja, mi? A legnagyobb értékben. Én azt hittem, hogy az öreg lány már túl van az ilyest. Túl van? Hát szerintem inkább most érett meg rá. Az én feleségem. Hát miért? Megére? Maga nem úgy gondolja? Megengedj, uram, hogy leéljek egy kicsit. Parancsoljon. Hát, minden az így van. Ne ostorozzam el magát. Nem méltányoltam eléggé azt a kis asszonyt, aki oda várt rám. Ó, bárcsak visszahozhatnám édesetén Grózsás napjait. Ez az. Ez az, uram, legyen a vendégünk. Hogyan? Legyen a vendégünk. Nem, nem. Menjen be oda, kapja nem, el, nem és ne törődjön az ellenállással. Oda be! Kérek engedélyt a fedélzete lépése, drágám! De most megcsákrázzak, asszony! Mr. Buddy, Mrs. Buddy felfele jön a liftel. Jó Isten, vagy mennyit tudhat? Ja, Mr. Buddy, ez az utolsó megoldanó problémánk. Hát, igen, az utolsó és egyben a legnagyobb is. Hát nézze úgy, hogy hát már túl vagyunk a nehezén. A nehezén. Hát ez volt életem legfélyebb beszélgetés. Mi történt? Mit? Hát, tetszik tudni. Mi?
te meg itt. Mi? Mi van magában? Megzavarom? De azt tudod kérdezni, hogy mit ez történt? Drágám, és ami még meglepőbb az az, hogy ez a méretesemmel. Igen. Mikor hazaértem, mint egy igazi kélakba érkeztem volna. Csak egy szerelmes kis semmiség, de mondd csak, drágám, hol voltál? Sehol nem találtalak a lakásban. Felfrissítettem magamat, a fürdőkádban ültem. Ah, igen? Hallottalak berontani az ajtón. Bejöttél a hálószobába, felordítottál és kirohantál. Miért csináltad ezt? Mit? Hogy bejöttél, felordítottál és kirohantál. Ja, miért csináltad ezt? Mert nagyon megijedtem, hogy nem találtalak sehol. Ó, de csacsi fiú. Különben megtaláltam az ajándékodat. Mi ajándék? Mégiscsak volt meglepetésed. Hát a táska. Ez Jenny! Tudod, nincs hozzá lakad. Jaj, de kár. Kulcs. De elvesz... De én keresem. Elveszem a kulcsa, majd csináltatok hozzá, jó? Halló? Portás úri? És senkinek nem lett baja? Ugye cilinderére esett? Hát jó volt. Miért beszélj a ségi pótlékot? Nem. Mára ez volt az utolsó. Na, arról mondja meg neki. Kifogytam. Ez mára teljesen kifogytunk. Nem. De mondom, hogy kifogytunk, nem lesz több. Nem lesz több. Nem. Higgye már el, hogy tiszta a levegő! Mondom, tiszta a levegő! Jóban, nem kell kiabálni! Na, forduljál ide! Mit nézett, Nobika, neked is ilyen van! Hát kiraboltak minket! Kiraboltak, megszintem el a kiraboltak! Mr. T, menjen utána, menjen utána! Menjek! Fiúk, azonnal sorakok, hogy előttem. Gyáj! Egyenesen. Tehát, az egyik hölgy a bálszekrényből jött elő, igaz? Jaj! Igaz? Halljam hangosabban. Igen. A másik pedig a maga barátnője, igaz? Igen, azt hiszem. Arnold, én ezt már nem bírom. Nem bírja. Mélységesen csalódtam magát. Mélységesen. És mi? Nagyon szégyelje magát. Szégyelje magát. Ez már a harmadik elhúzom. A harmadik. Ezt soha nem fogom magát megbocsájtani. Maradjon már, nagyobb dolgokat is bocsájtott meg nekem. Telefonálok. Halló? Portás úr, igen, Arnold Crouch vagyok. Igen. Na, ide figyeljen. Megy lefelé a lépcsőn, két hölgy perzsabundán. Igen. És megy Mrs. Budley le a lifttel. Igen. Szóval a lényeg az, hogy a hölgyeket engedje ki. Vágyom már. Szóval a perzsabund... Igen, azokat engedje ki. Mrs. Budley-t meg tartsa bent. Mit nem ért rajta perzsák ki? Görögök be! Henny útban van fölfelé. Anyukám, neked mi kötöd van az én férjemhez? A titkárnő luhátlanul mászkáként is tudni akarom, hogy hol a fenébe bújtak. Tudni akarom, hogy miért?
Valaki felé? Jaj, bundás, te rossz voltál bujócskában, hogy érsz kérdezik! Ezt kint találtam az ászlóúton. A titkárnőnk valahol itt mászkál ruhátlanul. Miért? Ajaj, jó eget illatot. Tehát maga azt akarja mondani, hogy titkárnője itt, ahogy... Ahogy? Igen, ahogy. Nem gondolja, hogy csak észrevettük volna, hogy a titkárnője itt rohangál. Hát én maguk volna mindent kigondolt, csak ezt nem észrevették volna. De biztos itt van valahol. Biztos ki van az erkélyen? Nem! Nem az erkélyen. De biztos az erkélyen van. Ott van. Nem, nincsen! Aha! Hello, Harry! Jenny! Te mit? Mit keresed? Bundát válogattam, igen, bundát válogattam. Bocsánat. A föld? Hát a feleségem. Csókolom a kezét! Ennek nektek föl se tűnt, hogy valaki bundát válogat bent a raktárban? Mi hallnak mennek itt az emberek egészen? Nem figyelünk. Olyan csendes vagyok, mint egy pillangó, Csődi. Hát nagyon jó pillangó vagy. Na, szépen vedd le a bundát és megyünk. Harry, ez nem volna jó ötlet. De jó ötlet! Vedd le a bundát! Hidd el, Harry, hogy jobb, ha rajtam marad. Igen, szerintem is. Ha leveszed a bundát, a műhelyet meg visszállt. Kérem, ki van fizetve? Nem érdekel! Egyén nem jó ötlet. Szerintem eszni fog Arnold, nem? Igen, térjünk, az felül egy kis zivatart mondod. Igen? Nem dérgelt felül? Babi! Igen? A feleségem egy szál bundába anya szült mesztelen! Mi, mesztelen? Mesztelen, kezdj csomagolni! Na jó! Tudod mi jön most? Jödi, utálom, ha így szól! De! Most megiszok egy üveg! Tessék parancsolni! Aj, utálom! Ideges hívő leszel! Hello! Szóta, meg mi az? Csak nem ismered a hölgyet! Bocsánat! Önök ismerik egymást? Nem. Örlendek, Harry meg Michael. Szólalszon, örlendek. Szólalszon, itt a fuldos csaj. Nem ismerem? De, ismerem. Tényleg? Tudom a legféltettebb titkát. Például az, hogy kivel jár. És kivel... De... Jödi, úgy meg fogsz lepődni, hogyha elmondom, hogy én mit tudok. Na, akkor már nagyon kapaszkodjál meg. Nagyon kapaszkodom. Jödi, ő vele jár. Bár! Jó, micsoda? Ha vele jár, ha mondta. Tényleg? A kis csaj mondta. Vele jár. Most miért vagy ideges? Nem vagyok ideges, olyan jó kis dekoratív csajod van. Ez marha jó. A nyakam köré tetszik szorítani. Mondja, Mr. Webbankről, mi szól a kialakult helyzethez? Miféle helyzet? Azzal, hogy nincs például rajtam ruha, nincs vele semmi baj, ugye? Semmi baj. Ja. Hát, végül is. Az ilyesmi akárkiben megtörténhet. Na. Jaj, hát a maga férje igazán nagyon megértő, Mrs. Webbank. Nagyon megértő férjem van, nagyon. Elérik. Bocsánat. Szóval én most már végképp nem tudom, hogy ki mit tud, meg mit nem tud, de úgy gondoltam, hogy jó lesz, ha megtudják, hogy Mrs. Bradley fölfelé tart. Jézusom, megvegyek! Húsevő, ó, de kanos kis kamacska!
Jó, ne, ide. Ne, oda sem. Úgy látom, ebben a játékban tetszőleges számú játékos vagy. Mr. Buttley. Mi a baj? Feleségem nem szeret engem. Jaj, már hogy ne szeretném? Akkor mit csinált az a Ronda Harryvel? Hát azt, amit maga szeretett volna Ronda Harry feleségével. Igen, de ő ingyen csinálja. Crouch! Ja, hogy... Ezt várjuk. Azt szeretné ezzel mondani, hogy nem akarja megvenni a bundát, adja vissza a 9000 fontomat! Igen, tessék, maradjunk. Tessék. Szóval nem? Nem. Jamie! Ilyen. Minden rendben? Minden a legnagyobb rendben. Tessék, vedd föl ezt, és utána indulunk haza. És mindent megkapok, amit ígértél? Minden. A kocsi, a bunda... Ja, nem azok szólnó, de ezen kívül minden. Akkor marsz vissza a kezdővonalra. Magát zavarja, Arnold? Nem, Mr. Buttley. Engem sem. És hogyha meghallja Harry? Vagy meghallja a feleséget? Nem fogják meghallani, nyugodj meg. Miért nem? És jobb, hogyha tőlem tudod, hogy a te férjed az én feleségemmel hűtelkedik. Micsoda, hogy Harry megcsal. Én azt hiszem, hogy hazamegyek és lefekszek aludni. Jó, én meg majd utána megyek és megvigasztallak, jó? Mr. Buttley, én ezt most nem teljesen értem. Nem igen. Mi Stibdale? Ez mi? A játék. Kitől? Mrs. Buttley-től a hallgatásomért. Ez aztán a költői igazságszolgáltatás. Jó, majd azt én fölveszem. Halló? Portás úr, ne... Mit akar? Nem, ezt nem te... Nem, várjon, mindjárt bemegyek. Le kell mennem, a portás el akarja adni a sztorit a vasárnapi lapoknak. Mindegy. Ilyen. Miss Tibdi? Igen? Tudja, én... Igen? Én nagyon régóta szerettem mondani igen magának valamit. Na! Szóval én... Igen? Ezennel én... Mr. Crouch! Egy csókolom. A férjem! A Fregott kapitány! Freg... Nem találkoztak? Ne! Már megint elkerültük egymást! Hogy fogok így neki integetni a kikötőben, amikor kifut? Nem hiszem! Hopp! Meg vagy Harryet! Egy szót se többet, édesem, oda lent vár a taxi. A taxi? Nem mehetünk taxival. Le van szabott a Portsmouth, előbb még hazamegy. Ne most, drágám. De igen. Felézette fel, mit tollákat kifeszíteni, teljes gőzzel előre, édes baraszkom. Itt a gyümölcsezon. Drága kapitányom. Szóval, Miss Tibdi. Igen? Én ezennel... Igen? Ezennel... Mikor állom? Jézusom! Mrs. Thompson, hát már oda kell lenni! Akkor egy jó ember hallja! Jaj, hallja! Nagyon sokat tetszett, így a csókolom! De tessék, hazamenni! Igen, tessék, hazamenni jó, szépen! Jó, arra! Nem mehet haza! Miért? Mert mesztelen! Nincs rajta ruha! Oh. Jaj, most mit csinálj? Éppen, tudom! Neki adjuk el! Enyémet! Ő neki adta neki, én meg neki adom neki! Itt a bundát? A ruhámat! De, jöjjön! Segítsen! Fogja! Jó! Helyszen! Jó! Ennyi! És akkor... Mi jó?
Mi? Nézzed csak! Jaj! Tessék már fogni! Akkor kétel leszek megtenni a szükséges jogi lépéseket! Kiszakarod a gyomrom az éjségtől. Ha eljössz velem, megetetlek. Na gyere utána! Mr. Bartley? Ez fenyegetésnek hangzott. Állok elébe arról. Minden nap, ugyanaz reggel, ugyanaz délben, minden éjjel.
dél, ugyanaz este, minden nap, ugyanaz reggel, ugyanaz délben, minden éjjel, ugyanaz. Ugyanaz reggel, ugyanaz délben.